Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a Szilas Televízió kedves nézőit! Most már három minőségben kell önt köszöntenem, azon kívül, hogy Szoda polgármestere, a körzetválasztási országgyűlési képviselője, most már képviselőjelöltként is kell megint üdvözlöm, hiszen a Fidesz országos választmánya a múlt héten közzétette a véglegesített listát, hogy a Fidesz-KDNP színeibe ki az a 106, ugye? 106 igen. Képviselőjelölt, aki indul, és ezen a listán Bécsei László, a Gödöllői választókerület, azaz a Pest megyei 6-os számú választókerület jelöltje. Gratulálunk. És hát azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban érdemes lenne felidézni néhány gondolatot arról, hogy hogyan is néz ki jelen pillanatban a választási rendszer Magyarországon, hiszen ebben a választási ciklusban történt egy törvénymódosítás. Ugye tudjuk, hogy korábban 386 fős, illetve még ma is a parlament létszáma. Mennyire is csökken ez is, ugyan? Még egyszer tisztelettel köszöntöm a Szilas Televízió nézőit. Valóban december 9-e óta hivatalosan is bejelentették, hogy a 106 egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP-nek kik az egyéni képviselőjelöltjei, és a Pest megyei 6-os számú, most már 6-os számú Gödöllői központi választókerületben, Gödöllői központú választókerületben az én személyemre esett a választmánynak, miniszterelnök úrnak a jelölése. Tehát azóta, immáron lassan egy hete hivatalosan is országgyűlési képviselőjelöltje vagyok a kormánypártoknak. És hát 199 főre csökken a következő parlamentnek a létszáma. Ez a Fidesz-KDNP-nek nekünk 2010-ben választási ígéretünk volt, ezt a bizonyos politikusi osztályt erősen, létszámában erősen lecsökkentjük. Ez azt jelenti, hogy a parlament létszáma csak nem felére fog csökkenni, valóban így van. Így van. Ugye az új választási rendszer mindezen túl abban is változik, hogy míg korábban három ágon lehetett mandátumot szerezni a parlamentbe, addig most már csak két ágon lehet bejutni. Mi volt a három ág? Mert a kettőt azt úgy nagyjából sejtjük, de arról is beszélünk azért. Rengeteg lényeges változás van, például egyfordulós választás lesz, de hogy a három ágnál maradjunk, a választópolgár szempontjából, és hát az egész választási rendszer szempontjából is egyszerűbb lesz a dolog, hiszen tulajdonképpen két szavazatot ad le egy választópolgár, egy egyéni jelöltre szánt szavazatot és egy listára, egy pártlistára vagy jelöltállító szervezeti listára adhat le szavazatot, szemben a korábbi rendszerrel, ahol még egy országos lista is volt. Világos. Miért jó ez, hogy nincs országos lista? Egyszerűbb a választási matematika. Tulajdonképpen közvetlenül oda sem szavaztak a választópolgárok, csak az országos listáról is szerezhettek mandátumot a jelölő szervezetek. Jó, az imént kihangsúlyozta, hogy most már Pest megye 6-os számú választókerületéről beszélünk, korábban 4-es számú volt. Ugye én most egy picit utána néztem a dolgnak, hát az előző választások időszakában még 16 választási körzet volt Pest megyében, most 12 van. Ez azt jelenti, hogy elég nagy átrendeződések történtek. Hogy is mondjam, a gödöllői választókerület viszonylatában mik ezek a változások, mi csapódott hozzá, honnan került át, egyáltalán hogy néz ki most a 6-os? Igen, sok minden indokolta a választási választókerületek határának a módosítását, többek között, és például az is, hogy az Alkotmánybíróság határidőt szabott a parlamentnek, mert alkotmányellenes állapotok álltak fönn. Ennek a legdurvább megnyilvánulása például az volt, hogy mondjuk egy Budapest belvárosi választókerületben 25 ezer szavazópolgár szavazata ért egy mandátumot, és például egy előző választási rendszerben is nagynak számító, az ország egyik legnagyobb választókerületének számító gödöllői választókerületben 80 ezer választópolgár szavazata érte egy mandátumot, tehát ezeket az aránytalanságokat is többek között ki kellett küszöbölni. Így az országban ez a 106 választókerület nagyjából, tehát 10-15%-os létszámeltéréssel most már kiegyenlítődött. Ez a gödöllői választókerület esetében, mivel az ország egyik legnagyobb választókerülete volt, igazából lakosságszámnövekedésben, lélekszámnövekedésben már nagyon sokat nem jelent. Az előző Pest megyei 4-es is 100 ezer fölötti lélekszámú választókerület volt, most is 110 ezeren vagyunk. A települések
számában azonban komoly változás van. A Pest megyei 4-es, tehát a korábbi választókerület 7 településből állt. Ez a Pest megyei 6-os, szintén Gödöllői központtal, ez már 17 településből áll. Úgy, hogy három választókerület települései, három korábbi választókerület településeiből állt össze ez a mostani választókerület. A régi Pest megyei 4-esből elkerült 2, és jött hozzá még 10. Ahogy én tanulmányoztam a választási rendszert, a jelöltállítás, vagy a jelöltek ajánlása is megváltozott. Szóval a jelöltek ajánlása ajánló ívén történik. Igen. És hogy a képviselő jelölté válás feltétele 500 támogató ajánlás. Igen. Most amellett ugye, hogy a Fidesz országos választmánya önöket jelölté nyilvánította, emellett ugye nyilván miután egyéni választókerületekben indulnak, ugye nyilván a lakosság a választópolgárok részéről szükség van még 500 támogató ajánlásra. Korábban ez ugye 750 volt. Hát nem tudom, ennek van-e különösebb értelme, hiszen ezt azért sikerült összeszedni, gondolom, minden jelöltnek könnyedén. Hát nem egészen, mert azért korábban voltak ebből problémák és visszaélések is, de végül is aki komolyan gondolta és komolyan vette magát, az azt gondolom, hogy a 750-et is össze tudta gyűjteni. Ezzel együtt ez a változás szerintem a demokráciának az erősítése, hiszen kisebb jelölő szervezetek is képesek lehetnek arra, hogy összeszedjék ezt a jelölő aláírás számot. Ráadásul nagyon komoly változás az előzőekhez képest, ugye mindenkinek egy ajánlási lehetősége volt. Most viszont ezeken a listákon, ezeken az ajánlóíveken, ezeken gyakorlatilag bármely választópolgár bárkit és akárhány ajánlást is tehet, bárkit ajánlhat és akárhány ajánlást tehet. Tehát ez is abban az irányba hat, hogy minél több szervezet meg tudja méretni magát, minél több szervezetnek lehetőséget adjanak a választópolgárok. Egyébként maga ez az ajánló aláírás rendszer, ez egy sokkal komolyabb eljárás. Itt ugye az ajánlás gyűjtőknek névre lesznek kiadva ezek a hitelesített, vízjeles, szigorú számadású nyomtatványok, és ezekkel darabra el kell számolni. Tehát semmiféle korábban tapasztalt fénymásolás, visszaélés és hát egyéb stiklik itt nem lehetségesek. Ez egy nagyon komoly folyamat lesz, de abba az irányba mutat, hogy nyitni a választópolgárok, nyitni a jelölő szervezetek felé, és hát minél színesebb legyen a paletta. Hát gondolom, hogy kicsit drágább is lesz, de azt hiszem a törvényesség minden pénzt megér, egyértelmű. De hát ettől miért lenne drágább? A vízjel miatt gondolom, mert egy kicsit a szakmában. Hát a vízjel árával lehet, hogy drágább lesz, azt azonban ne felejtsük el, hogy maga pusztán az a tény, hogy egyfordulós választás lesz, az helyből 2-3 milliárdos megtakarítást jelent az országnak. Hát világos meg, hogy egy kicsit élünk a szójáték lehetőségével, inkább egy kis vízjel, mint a nagyobb vízfej, és akkor most akkor sinem vagyunk. Talán 2 évvel ezelőtt, nem is tudom pontosan, amikor történt a választási rendszer módosítása az országgyűlés által. Hát akkor természetesen, ugye, mint minden jól nevelt vidéki bulvár újságíró, megkérdeztem öntől a stúdióban, hogy hát az új rendszer szerint egyszerre polgármester és képviselő az országgyűlésben nem lehet valaki. Vécsei László mit választ majd? És ön akkor azt mondta, hogy ezt az élet majd elhozza, és eljön az a pillanat, amikor ön ezt a döntést meg fogja hozni. Azt hiszem, itt vagyunk, nem? Így van, az én döntésem megszületett, ez a jelölésben egyébként megtestesült, tehát a jelölésből esélyethető. Azonban a döntést nem én hozom, nem is a Fidesz választmánya hozza. A döntést azt majd a választópolgárok hozzák meg tavasszal. Így van, tehát azt gondolom, hogy akkor ez még egy kis kifutást jelenthet, mert ha véletlenül a választópolgárok úgy döntenének, hogy mégsem szeretnék, hogy ön legyen az országgyűlési képviselő, akkor még mindig dönthet arról, hogy szeretne polgármester lenni. Hát egész pontosan, ugye a választási törvényben, az eljárási törvényben, miután nagyon sok polgármester képviselő van az országgyűlésben, 100 körüli a létszám, a választási törvény tesz egy olyan engedményt, hogy akik a jelen pillanatban is polgármesterek, ugye ezek a ciklust kitölthetjük. Tehát bárhogyan is, bármilyen döntés születik
tavasszal a ciklus végéig, szeptemberig, októberig az önkormányzatainkat mindenképpen vinni. Teljesen fogjuk. Logikus, mert különben tele lenne az ország időközi választásokkal, még semmi értelme. Ha jól emlékszem, akkor mindeddig itt ebben a térségben egyedül a Jobbik Magyarországért jelentette be, hogy a térségben a képviselő jelöltje Berta Szilvia. Rajta kívül ön hallott-e már arról, hogy vannak-e riválisok, indulók, vagy ez majd akkor dől el, amikor hivatalos bejelentések történnek? Én úgy tudom, hogy a parlamenti pártok, sőt a parlamentben képviselettel rendelkező szerveződések is jelentettek már jelöltet. Most nem akarok reklámot csinálni nekik, de én úgy tudom, hogy mindenki jelölt már. Értem. Hát mi csak ezt az egy nevet kaptuk eddig. Minden esetre természetesen az utolsó pillanatra csak kiderül, hogy mekkora a mezőny, amelyik indul tulajdonképpen az országgyűlési képviselői székért. Ön viszont egészen biztos vagyok benne, hogy rendelkezik azzal a programmal, nyilván ami a ön mögött álló politikai erőprogramja is, hogy hogyan kívánja folytatni ezt a munkát. Beszélünk mi még erről, hiszen a kampány még el sem kezdődött, de azt gondolom, hogy néhány gondolatot azért mondjunk el, hiszen egy ciklus lezárul, a következő ciklus pedig előttünk áll. Mit képvisel a további? Így van. Én azt gondolom, hogy minden, nem csak nekem, hanem minden kormánypárti képviselőnek a feladata a következő ciklusban, amennyiben bizalmat kap a választóitól, kettős lesz. Az egyik, és nagyon-nagyon fontosnak vélt feladat az az, hogy a jobban teljesítő Magyarország vívmányait, most hadd mondjam ezt így egy csokorban, tehát mindazokat a vívmányokat, amelyeket az elmúlt, most már majdnem mondhatom, hogy 4 év, 3,5 év hozott, magyar emberekkel közösen kivívtunk, ezeket meg kell őrizni, mert látszik, hogy a bukott baloldal azért elég rendesen fenni a fogát ezekre a vívmányokra, eredményekre, tehát ezt meg kell védenünk, ezt egyébként már a választási kampányban is hangsúlyozni kell, hogy ezek a vívmányok védelemre szorulnak. A másik feladat pedig hát mindenkinek az egyéni elképzelései szerint való. Én az elmúlt 3,5 évben ebben a ciklusban a Foglalkoztatás és Munkaügyi Bizottságban dolgoztam. Jól lehet, én pályáztam volna és szerettem volna az önkormányzati bizottságban is dolgozni, gazdasági bizottságban is dolgozni, különösen a geotermiával kapcsolatos, ugye önkormányzathoz kötődő előzetes tapasztalataim és szándékaim miatt. Ezt nem adtam föl továbbra sem. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt 3,5 évben a Foglalkoztatási Bizottságban egy nagyon jó kormányprogramhoz adtuk a nevünket és a támogatásunkat, hiszen ott tartunk, hogy a munkanélkülieknek a létszáma most már nagyon stabilan a 500 ezer főtől eltart, tehát egyre kevesebb, most már 460 ezer körül is stabilan a regisztrált munkanélküliek száma. Foglalkoztatottság soha nem látott csúcsokat dönt meg, tehát ilyen 230, azt hiszem a heti legfrissebb száma 235 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Tehát látszik, hogy a foglalkoztatás azért nagyon szépen hozza az eredményeket. Sőt, ha tehetek egy kicsi kitérőt, én abban a sajátos helyzetben voltam végig, hogy egyfelől, amit a törvényhozásban törvényként megalkottunk, annak a végrehajtói végét is láttam önkormányzati vezetőként, és hát az a jó érzésem megvan, hogy az én településemet Szadát nézem, akkor a jövő év közepéig, végéig várható foglalkoztatás bővülés, ha azt extrapoláljuk, kivetítjük az ország egészére, már pedig ez nem nehéz, mert ugye átlagokat lehet számolni, akkor tulajdonképpen nálunk, a mi településünkön Szadán, ez a 10 évre ígért 1 millió munkahely, ez már meg lenne. Tehát ha az egész ország arányosan így teljesített volna. Már a Szadár első arány. Így van, így van. Hát persze ez nem, nyilván nem csak a saját érdemünk, hiszen nagyon jó helyzetben vagyunk, agglomerációs település vagyunk, korán kezdtük a fejlesztéseinket, de azt gondolom, hogy, és érdekes módon ezek a munkahelyek úgy 80%-ban a versenyszférában keletkeznek nálunk, pontosan például a Nemzeti Bank gazdaságélénkítő hitelprogramjának a
következményeként. Tehát azt gondolom, hogy ha az országnak a kevésbé szerencsés vagy hátrányosabb helyzetű régióit is elérik ezek a kormányzati intézkedések, akkor közel ilyen eredményeket azért az elkövetkező években azok a települések is fognak tudni produkálni. Ennél fogva mi, így mint a Foglalkoztatás és Munkaügyi Bizottságnak a tagja, azt gondolom, hogy ez a 10 évre ígért 1 millió munkahely, ez össze tud jönni. Hát nyilván folytatni kell ezt a programot, ezt a munkát, amit megkezdtünk. Rövidre fogva, én a következő ciklusban, hogyha a választópolgárok bizalmát megkapom, akkor akár a foglalkoztatás terén, akár a szívem szerint való területfejlesztésben, energetikában, ez szorosan kapcsolódik majd a megújult önkormányzatisághoz, tehát akár az önkormányzati területfejlesztés területén nagyon szívesen és nagy lelkesedéssel fogok dolgozni. Erre még visszakérdeznék, de egy valamit muszáj feltennem egy kérdést, hiszen azért elhangzik az országos sajtóban többször. Ha ön tagja ennek a bizottságnak, akkor mi a válasza azokra a felvetésekre, hogy igen, ezekben a szép számokban már, ami a foglalkoztatást jelenti, ebben azért benne vannak a közfoglalkoztatottak is, akik azért jobb lenne, hogyha ők is a versenyszférában vagy a közszférában teljes értékű munkavállalóként jelennének meg. Valamint talán beleszámítanak azok is, akik külföldön vállaltak munkát. Erről mit gondol? Hát itt közkeletű tévedések vannak, és nem biztos, hogy ezek feltétlenül jó szándékú tévedések. Ugye a közmunkát vagy a közhasznú munkát korábban más elnevezése volt ennek, ezt mindig beleszámolták a statisztikákba. Értem. Egyfelől, másfelől ezekben a többnyire ellenzéki irányból érkező felvetésekben mindig erőteljes lenézés érzékelhető. Hát miért kell lenézni egy közfoglalkoztatottnak a munkáját? Én azt látom, hogy értelmes munkát végeznek, mert annyi változás is történt egyébként, hogy az önkormányzatok megkapták a lehetőséget ahhoz, hogy értelmes munkát adjanak ki. Az, hogy egyébként a közfoglalkoztatottaknak a csak nem 40%-a, sőt, ha mondjuk a 8 általános nézem, akkor több mint fele igazából 8 általános, vagy még azt sem végzett ember. És az, hogy ezek az emberek munkából és nem segélyből élnek, na igen, az nagyon-nagyon fontos. Ez világos. Gondolom, akkor erre is van valamilyen statisztika, hogy egyébként ők azok, akik segélyből éltek eddig. Hogyne, persze, őket be lehetett hozni, és egyébként a versenyszféra is produkált, ha jól emlékszem a számra, 23-24 ezer új munkahelyet. Tehát azért a versenyszféra is hozzájárult ehhez, nemhogy csak az utolsó évben, a versenyszféra is hozzájárult ehhez a munkahely növeléshez. És a versenyszféra, mint az előbb is utaltam rá, úgy látom, legalábbis itt az agglomerációban, hogy pontosan ezzel a növekedési hitelprogrammal ezzel nagyon meglódult. Hát most amennyi engedélyezési eljárást látok folyamatban, amennyi bővítést, amennyi új termelőüzemtelepítést látok csak itt a környékünkön, ha abból az új munkahelyek a versenyszférában megjelennek a jövő év folyamán, az fantasztikus teljesítmény lehet. Még visszatérve a külföldi munkavégzésre, egyrészt közkeletű tévedés az, hogy Magyarországon elvándorlás van. Ez nem elvándorlás, hogy az emberek jövedelemszerzés, tapasztalatszerzés, jobb megélhetés céljából külföldre mennek. Tehát kicsit először az unió. Nem, hát pontosan erről van szó. Tehát miután ugye beléptünk az unióba, és föloldódott ez a munkavállalási tiltás, hát ettől a pillanattól kezdve, mint a többi uniós tagország, természetesen a mi munkavállalóink is mehetnek külföldre. Nem 500 ezeren dolgoznak, hanem 230 ezeren dolgoznak külföldön egyébként, és nagyon érdekes számokat láttam, például Szlovákiából, tehát több szlovák ember dolgozik Nyugat-Európában, mint magyar, pedig a Szlovákiának fele akkora lakossága, mint a miénk. Úgyhogy a probléma igazából az lenne, hogyha azt az álláspontot képviselnénk, amit valamikor, majd 10 évvel ezelőtt a szocialisták, hogy Bécsbe lehet cukrászdát nyitni, meg el lehet menni, akinek nem tetszik. Mi azt az álláspontot képviseljük, hogy mindenki szerezzen tapasztalatot, aki úgy gondolja, szerezzenek jövedelmet, legyenek megtakarításai, utalják haza, segítsék a családot, és amikor úgy gondolják, hogy elég volt a tapasztalat szerzésben, akkor pedig jöjjenek haza. Tehát a mi célunk az, hogy idehaza legyenek olyan munkahelyek, legyen olyan gazdasági környezet, hogy mindenki megtalálhassa a számítását. Olyan persze nem lesz, hogy mindenki idehaza dolgozzon, az csak a diktatúrában volt a vasfüggöny mögött. Most, amikor szabadon lehet
bárhol a világban gyakorlatilag vállalkozni, vagy munkát vállalni, arra föl kell készülni, hogy mindig lesznek olyanok, akik külföldön próbálják megtalálni a boldogulásokat. Amikor ön az imént arról beszélt, hogy milyen bizottságokban vállalna még szívesen szerepet, akkor nekem eszembe jutott, hogy korábban szó volt arról, hogy egy albizottságban is tevékenykedik, nem tudom, hogy ez megvan-e még. Hát ez főleg a keleti nyitás programjához csatlakozik, és főleg az orosz relációhoz, ebben dolgozik-e még? Ez nem albizottság volt, hanem ez az Interparlamentáris Uniónak az egyik tagozata. Igen, ebben változatlanul még alelnökként ténykedem. Az az igazság, hogy ez az egész gazdasági kérdés, vagy gazdaság szervezési kérdés, ez a miniszterelnökséghez került át. Ennél fogva a Interparlamentáris Uniónak, de megkockáztatom akár még a Gazdasági Bizottságnak is, korlátozott a szerepe. Tehát ugye külgazdasági minisztériumunk nincs, igazából a külügyminisztérium sem ezzel foglalkozik. Tehát ez egy nagyon szakosodott, Szijjártó Péter államtitkár úr vezetése, ez egy nagyon szakosodott részleg a miniszterelnökségnek, és az eredményekből kitűnően igazuk is volt, amikor így koncentrálták ezt a feladatot. Tehát én ebben az interparlamentáris uniós tagozatban tulajdonképpen azt teszem, hogy amikor jönnek az orosz delegációk, akkor parlamenti részről részt veszek a fogadásukon. Nagyon jó informális beszélgetések, háttérbeszélgetések vannak ilyenkor. Konkrétan a gazdaság szervezésben azonban ez az IPUS tagozat ez nem vesz részt. Értem. Azt gondolom, hogy minden olyan fontos dologról beszéltünk, ami ez a hírhez kapcsolódik, és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban fogunk is még. Képviselő úr, képviselőjelölt úr, köszönöm szépen, annyit volt. Köszönöm szépen, és annyit engedjen még nek, szerkesztő úr, miután itt a advent második, lassan a harmadik hetében beszélgetünk, hogy önnek és családjának is, és a Szilas Televízió minden kedves nézőjének nagyon boldog ünnepeket kívánjak, és hát egy olyan új évet, hogy a nemzeti imánk, a nemzeti fohászunk teljesüljön, hogy hozz rá a vígesztendőt, hát remélem, hogy mindenki számára egy vígabb esztendő következik. Köszönjük és viszont kívánjuk. Köszönöm szépen.